Sziasztok, Drami vagyok! Végre kijött az 1.19 és vele együtt az ősi város, amelynek a védelmezője a Warden, vagyis a Strázsa. Remélem, hogy ti is nagyon vártátok már az 1.19-et, és ami engem leginkább foglalkoztatott, az az, hogy hogyan kell ezt a hihetetlenül erős bosst legyőzni. Összegyűjtöttem pár tippet nektek, vágjunk is bele! Az első tippem, hogy fogjatok vasblokkokat, és készítsetek belőlük vasgólemeket. 4 vasblokk és egy kifaragott tök kell hozzá. Ha elkészült a vasgólem seregünk, akkor ismerkedjünk meg az ősi város blokkjaival. Ez a Skulk gerjesztő minimális eséllyel tud ezekből kialakulni a Skulk sikoltó, és ezek a mozgó antennával rendelkező blokkok pedig a Skulk érzékelők. A Skulk sikoltók tudják megidézni a Wardent, vagy magyar nevén a Strázsát, mint amilyen például ez is. Hogyha ráállunk, vagy a közelében megyünk, akkor egy sikoltó hangot hallat, és hogyha 4-szer egymás után sikolt, az váltja ki a Wardennek a létrejöttét. Ezen blokk mellett, itt fog spanolni mellette. Be is mutatom akkor a 4. sikoit, megvárjuk. Amíg várakozunk, addig közben gyorsan elmondom, hogy ezért egy éjjellátás italát én használok, és nektek is ezt javaslom különben. Olyan sötét lesz ebben az egész ősi városban, hogy az órunkig sem látunk. És már érkezik is a Warden, a vasgólemek rámozdultak, de ők még kevesen lesznek hozzá ezzel a párral, ami könnyen el fog bánni. Viszont majd oda csaljuk a többihez, a reményeim szerint a vasgólem seregünk már elegendőnek fog bizonyulni, hogy elintézzék ezt a Wardent. A Warden egyébként nem egy olyan mob, amit az ősi városban folyamatosan jelen van. Ki kell váltani az idézését az előbb látott Skulk sikoltó segítségével, és ebből kifolyólag többet is meg lehet idézni, hogyha ezt legyőzzük, akkor egy sikoltással újabb jön létre. Ha nem telik el sok idő két Warden legyőzése között, akkor egy sikoltás is elegendő lesz már a következő Wardennek a megidézésére. És megpróbálok itt elhelyezkedni, de nem is szükséges, az 5.-6. vasgólem már leterítette, és egy ilyen Skulk gerjesztő pottyan a Wardenből, úgyhogy ha farmolni szeretnénk a Wardent ezzel a Skulk sikoltóval, akkor ez a Skulk gerjesztő blokk az, ami farmolható belőle, és látjátok, hiába győztük le, most már egy sikoltás is elegendő volt, hogy egy következő Warden vagy Strázsa lesz panoljon itt a közelünkben, úgyhogy ismét megkeressük a vasgólemeink biztonságos oltalmát, és egy pár újat le is gyártok. A következő tippem pedig az, hogy ássatok egy 2 mély gödröt, és porhót tegyetek bele. Ez lesz az a csapda, amivel a Warden vagy Strázsa elcsíphető. Az 1.19 előzetes változatokban még működött az, hogy láva is sebzi a Wardent, ez már nem sebzi, viszont ebben a porhóban meg tud fulladni, és egy ilyen csapda alkalmas rá, hogy hatástalanítsuk, úgyhogy vasgólem plusz ilyen porhó csapdákkal felvértezve már biztonságosan, vagy hát kevésbé veszélyesen tudunk itt az ősi városban ténykedni. No, megidéztem egy újabb Wardent, aki már el is intézte a frontvonalba vonuló első vasgólemet, és most itt állok a csapdánk mögött, abban bízva, hogy belesétál. Ő ezt olyan területnek látja, amin át tud sétálni, úgyhogy reményeim szerint belemegy, igen. No, bele is süllyedt. Jól van, szuper. Innentől kezdve viszont még nem vagyunk biztonságban, mert lőni is tud a Warden, és most boom, egy óriási sugarat lőtt ránk, és ha megnézitek, levitte a fél HP-nkat,
úgyhogy ez nem veszélytelen, viszont semmilyen páncél nincs rajtunk. És ez azért nagyon érdekes, mert hogyha fullos netherite páncélban vagyunk, szinte ugyanezt a sebzést adja le, úgyhogy a Warden ellen a páncél talán nem a legjobb védekezés. Inkább azt javaslom, hogy Totem of Undying-gal, vagy ilyen halhatatlanság totemmel és aranyalmával védekezzetek a Wardennel szemben, és próbáljatok elmenekülni. Ez azért is nagyon veszélyes, mert gyorsan fut, még gyorsabban, mint a játékos, úgyhogy ha nem alkalmaztok valami trükköt, akkor futás közben jó eséllyel elkap. Korábban még működött, hogy egy oszlopot építünk, felmegyünk a tetejére, és a magasból leíjazva szépen lelőjük a Wardent, de mint látjátok, kapott egy távolsági lövést, ami ráadásul a falon keresztül is átmegy, úgyhogy még elbújni sem lehet tőle. Brutális erejű, az egyetlen megoldás az az, hogy távol maradunk tőle, és valamilyen trükk segítségével megpróbáljuk legyőzni. Ha esetleg mégis arra vetemednétek, hogy közelharcban próbáltok megvégezni vele, akkor azért javaslom, hogy egy jó nagy beacont, egy jelzőfényt és a piramisát hozzátok itt létre, mindenféle bónusz kapcsoljatok be. Itt azért nehéz lesz kialakítani a jelzőfényt, mert a mínusz 50-es magasságban vagyunk, és egészen a felszínig ki kell fúrni, hogy a jelzőfény kapcsolatot létesíthessen és aktiválhassa a hatását. Ezek a Deep Dark Biome-ban lévő ősi városok egészen mélyen találhatóak a fenti világon belül. A Warden spawnhoz 11 vagy alacsonyabb fényerő szükséges, úgyhogy úgy is el tudjátok érni, hogy ne spawnolhasson Warden, ha valamilyen módon ki tudjátok világítani. Illetve ha biztosra szeretnétek menni, hogy Warden már nem spanolhat itt, akkor azt úgy tudjátok elérni, hogy kiütitek ezeket a sikoltó blokkokat. Ezt ha normál módon ütitek ki, akkor csak XP-t kaptok, ha azt szeretnétek, hogy elvihessétek magát a blokkot is, akkor viszont Silk Touch-ot, vagyis gyengéd érintést kell használnotok. És végül egy utolsó tipp, ha nem hardcore módban játszotok, akkor ajánlott egy ágynak az elhelyezése és az újraéledési pont beállítása, mert itt nagyon könnyen előfordulhat, hogy két lövést vagy két ütést bevisz a Warden, és meglephet titeket. Azért az látszik, hogy ez egy late game szörny lesz, és akkor fogunk majd idejönni, amikor már van egy jól működő vasfarmunk, egy aranyfarmunk, hogy tudjunk vasgólemeket gyártani, aranyalmákat készíteni. És még így sem érezhetjük majd magunkat teljes biztonságban. Remélem, hogy azért ezekkel a tippekkel meg fogtok majd birkózni a Wardennel, és írjátok majd meg kérlek a tapasztalataitokat. Most kezdődött még csak az 1.19, biztos lesznek még új ötletek, talán még sokkal jobbak is, mint amiket most bemutattam. Én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog fejlődni majd a Warden vadászat. Addig is jó Minecraftozás nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!